jöttem el a kedvenc tavamra. Hát eléggé zord az időjárás, folyamatosan esik az eső, de még csak pár órája vagyok lent, és sikerült fogni ezt a 4 kg körüli tőpontot egy M1-es bojlival. Engedjük is vissza. Az éjszaka után beindultak a kapások, ez az első kicsit nagyobb példány. Úgy látszik, hogy ennél nagyobbak nagyon nem jönnek, de nem bánom, mert gyönyörű, egészséges. A mai nap szinte folyamatosan lehet fogni ezeket a szép pontyokat, bár nem a legnagyobbak, de nagyon szépek, egészségesek, és a tegnapi kapástalanság után nagyon örülök nekik. Ez nem egy nagy halaspeca, de nagyon tanulságos és mozgalmas. Hát a reggeli órákban nagyon beindultak a kapások, egymás után tudtam fogni a szebbnél szebb pontyokat, bár az átlag súlyuk nem túl nagy, de gyönyörűek és egészségesek, és ebben az zord időjárásban nagyon örülök nekik. Reméljük, hogy ez tovább folytatódik, és tudok még több ilyen szép pontyot fogni. Megint kapás. Nagyon szép, egészséges kis ponty. Gyorsan lefertőtlenítem, és visszaengedem. Mind a két botom kint van, most pótolom az etetést, dobócsövezek pár bojlit, és reméljük, hogy sikerül még fogni nagyobbat is. De ha nem, akkor sincsen baj, nagyon szépek, nagyon örülök nekik. Kétféle előkét használtam, az egyik egy lágy hajszállal kombinált fluorokarbon előke, a másik pedig egy bevonatos előke zsinór, és mind a kettő előkét az SBS Enforcer horogból kötöttem. A legtöbb halat frankfurti kolbászos bojlival fogtam, amit M1-es díjben mártottam, majd utána megforgattam Robin Red koncentrátumban. Eleinte csak és kizárólag ezzel a csali kombinációval tudtam kapást elérni. Később a C2-es és a C3-as bojlival is fogtam pár szép pontyot. Már csak néhány óra van vissza ebből a pecából. A két és fél nap alatt folyamatosan esett az eső, és ebben a forrontos időben nagyon nehéz volt a halakat kapásra bírni, de a sok kísérletezésnek köszönhetően végül eredményesen zárom ezt a pecát. Körülbelül 20-25 darab pontyot sikerült fognom. Igaz, a nagy testű pontyokat nem sikerült kapásra bírni, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ez egy eredményes peca volt.